egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. Épp testben. Nem tudunk elmenni a jelenség mellett. Az elmúlt időszak legnagyobb vízi sztárja szerintem. Abszolút. A dinamikájában, ahogy följött. Vásárolni, egy-két éven belül hozhatod, viheted, kölcsönözheted, bérelheted, állóvíz, folyóvíz, kis tudás, nagy tudás, minden játszik. A Szapról van szó, Foltán Lászlóval, a Szap szakág vezetőjével fogunk beszélgetni róla. Szia, jó reggelt! Szia, jó reggelt kívánok! Először is SUP, vagy paddleboard, vagy micsoda? Vagy SUP, nagy... vagy stand-up paddle? Hát igen, ugye ez egy mozaik szó, ez a SUP, ez a stand-up paddle, ez is állva elvezés. Valóban nagyon betört hazánkba itt a elmúlt két évben. Nyilván előtte is lehetett hallani róla, de nem volt ilyen. Uh-huh. Mi lehet ennek a sikernek, a gyors sikernek a titka? Hát szerintem, meg ahogy látjuk, ugye egy egyéni sportág, amit akárcsak a biciklizést ugye lehet egyéni, vagy a futást egyénileg csinálni, de ugyanakkor, meg a túrákon, vagy ha csapatba akarunk lenni, akkor ugye összeverődnek az emberek, és megbeszélnek egy időpontot, nem tudom, mikor találkozzanak a Lupánál, és akkor leveznek együtt a Rómaira, vagy lejjebb. Tehát társaság életet is lehet rajta élni, és egyedül is el lehet menni kóborolni a vadregényesbe, és nyilván a csúcs kategóriától, tehát a karbon deszkák, merev deszkáktól egészen a teljesen kezdő kategóriáig mindenki megtalálja maga stabilitásának megfelelő deszkát, ezért élvezni tudja azt, amit csinál. Uh-huh. Hogy lehet itt fölfejlődni? Meg elkezdeni. Elkezdeni, mert kor függő ez. Láttunk ilyen folyami túrákat, igen. Dunán például. Vannak versenyek irtózatos sebességgel. Igen, amit azért ugye az ember azt gondolná, hogy nyilván nem oda kell kakaó árra szembe mondjuk a Dunán. Igen, elkezdeni. Ja. Igen, oda kell. Hát mindenképpen, hogyha az embernek megteszik, hogy kitalálja, megszületik a gondolat a fejébe, hogy szeretné kipróbálni a SUPot. Először érdemes egyébként a Balatonon akár, vagy a Tisza-tavon, vagy a Lupa-tavon, vagy bárhol, nagyon sok kölcsönző van. Uh-huh. Hogy egyáltalán kipróbálni, hogy ez milyen érzés, és tényleg pár 3000 forintért na, lehet vinni. Akkor már is a kipróbálás az érzésnél álljunk meg, amikor kipróbáltam utána, majd leszakadt a derekam. Valamit nem jól csináltam elsőként, vagy ez normális, mert olyan izmokat talált hát magadon. Egyébként, igen, tehát olyan szempontból jó a SUP, hogy nagyon sok pici izmot mozgat, hiszen most gondoljunk csak, biztos láttatok már ilyen irodákban, hogy valaki ilyen fitballon üldögél, ugye ott is azért van, hogy a belső izmok, ezek a kis stabilizátor izmok dolgozzanak, és ne teljesen elernyítenek, amikor ülnek. Itt, hogyha felállsz egy ilyen deszkára, ugye a vizen biztos éreztétek, hogy egy picit labilis vagy, tehát hát egy picit, folyamatosan egyensúlyoznod kell. A testsúly középpontod végül is magasabban van, mintha ülnél adott esetben egy kajakba, vagy bárhol. Emiatt dolgoznak ezek a belső izmok, de ezzel nincs semmi probléma, ezt megszokod egyébként. Megerősödik, és utána nem lesz ez. Mm-hmm. Jó, oké, akkor ott tartunk, hogy elkezdtük, béreltünk egyet, és próbálkozunk. Igen. Hát ha lehet, ha van többfajta deszka, akkor azért, ha elsőre próbáljuk, akkor nyugodtan ki lehet próbálni egy rövidebb, szélesebb deszkát, pontosan azért, hogy sikerélményünk legyen, mert nagyon szépek, jók a csúcskategóriás versenydeszkák. Most direkt mondom a legtávolibb pontot a kezdőtől, de nyilván azok labilisak, mert azok a profi versenyzőkre vannak kitalálva. Viszont egy ilyen stabil deszka lassabb lesz ugyan, viszont azokat az élményfaktorokat kvázi beindítja, amivel rá lehet kapni erre a szápra. Ugye így én is, mint volt kenus, tehát mint síkvízi kenus, először kipróbáltam, éreztem, hogy nagyon jó, hogy beelveztem egy tó közepére, és teljesen más hangulatot adott, mondjuk, mint hogy ott kint a parton, a strandon vagyok a tömegbe kvázi. És utána próbáltam ki én is így egyre keskenyebb deszkákat, és aztán jutottam el oda, hogy egy karbon merev versenydeszkára is ráálltam. Mi az igazi? Volt már,
Mi az igazi testtartása ennek? Az ávalvezés, ez a fél lábra, mint a kenusokra ereszkedés, vagy a sarkadon ülés. A kezével. Hát az már a túlélésért küzdött valószínű. Ha teljesen kezdő vagyok, akkor először föl kell két térre kell térdelni a deszkán. Aha. Tehát, hogy lent legyen a súlypontod, ne fönt, mert nyilván meg kell szokni, hogy egy mozgó valamin vagy, amin, hogyha csak jobbrávra térdez a deszka oldalára, akkor már ugye lebillen. A deszkán nem is tudsz sétálgatni, hanem inkább szögdelni tudsz, hogy, mert ugye, ha egy lábra támaszkodsz a súlyal, akkor le fogod nyomni, le fog billenni a deszka, be fogsz esni. Ugye ezeket a dolgokat megszokt, ezért térdelő helyzetben vagy, kicsit csak megérzed, hogy egyáltalán hogy kell irányítani a deszkát, mi történik, ha egy oldalon húzó, hogy kormányozni, mi van, hátrafele elvezet, szokod a vízi környezetet, meg a deszkán való mozgást is, és akkor onnan lehet ugye fölállni, de ha fölálltál, akkor is egy ilyen csonttámasztos vigyázálásba kell lenni, mert akkor merev leszel, és megint csak nem leszel stabil, tehát instabil leszel, ezért egy ilyen enyhén berogyasztott lábbal kell lenni, ami kvázi, mint amikor, nem tudom, mondjuk kosárlabdában. Uh-huh. Igen, a dobás előtt, igen. Védekezésnél. Igen, vagy védekezésnél, amikor jön az ellenfél, igen. És nem tudod, hogy merre fog menni, de készen igen. Állt, hogy kitörd. Azt se vigyázz állásba várom, igen. Igen. Igen, aha. Tehát egy kvázi ilyen pozícióban, és akkor egy picit közelebb is vagy a vízhez, és könnyebb evezned. Nyilván van egy csípő mozgás is, ahogy evezel, tehát ahogy húzod oda magad a lapáthoz, akkor jön előre a csípő, egy picit egyenesedsz bele, de amikor húzol megint, akkor mész lejjebb a vízhez, de ezért kell egy kezdő, stabil deszka, tehát nem szégyen kivinni már szó szerint a tepsit, kvázi a vízre, sőt azt is kell kivinni a vízre először, azzal kell menni, itt élvezni kell a mozgás, meg azt, hogy vízen vagy. Ha meleged van, beugrasz, visszamászol, mert könnyű a stabil deszkára, semmi probléma, de szépen lépcsőfokozatonként kell haladni, és nálunk is több volt sportoló, aki már nem versenyez, először megvette a felfújható ilyen kezdődeszkákat, és akkor most meg már lecserélte sokkal keskenyebb, gyorsabb deszkákra, mert nyilván hozzászokik az ember. Hát láttunk sokszor is olyat, hogy kezdő triatlonos, a kemping biciklével érkezett meg körülbelül a depóba, aztán két év múlva meg egy szuper versenybiciklije volt már. Hát igen, ez egy, ahogy rájön az ember, az ízére fejlődik. Igen. Van-e kritérium, kor, úszástudás, fizikai állapot, bármi kell-e ez, vagy ezt mindenki kipróbálhatja? Hát én azt mondom, hogy mindenki kipróbálhatja, de mondjuk azért a vízen az úszástudás nem elhanyagolható. Tehát kellene. Ugyanakkor például a dunai szabályzat ugye kötelezővé teszi a 120-as mentőmellényt, tehát a Dunán való szápozásnál mindenkinek, teljesen függetlenül a hogy milyen akár szápvilágbajnok, vagy bármi, kötelező, hogy legyen rajta mentőmellény, teljesen a kezdőig. A Balatonon egyébként strandeszköznek minősül, ezért 1000 méterre a parttól nem kell mentőmellény, de javaslom. Tehát mindenkinek javaslom, mert mondjuk a Balatonon is bemenni, adott esetben egy szél, lesz egy olyan szél, hogy mondjuk nincs olyan fizikai állapotban, hogy ő tudjon nevezni, főleg egy felfújható deszkával, egy kezdő deszkával, amit említettem, egy lassú deszka, azért nem baj az, ha ott van a mentő mellény. Egyébként ezeken a deszkákon szokott lenni egy ilyen gumi háló kvázi, amiben be lehet tenni a csomagokat, nem fog leesni, nagyon melegünk, akkor oda kell betenni a mentőmellényt, hogy esetleg egy ilyen helyzetben föl tudjuk venni. Lehet kapni ilyen övtáskákat is, amilyen patronos, és akkor meghúzza az ember, és fölfújódik, és akkor tudja használni. Tehát ezek jó dolgok. Tehát, hogy igen. Mennyire időjárás függő ez a sport? Tehát, hogyha mondjuk éppen zivataros napot élünk ma, itt is azért érdemes, tehát lehet például hullámos vízen is száppal közlekedni, illetve mennyire szezonális ez, lehet mondjuk kora tavasszal már vízre szállni és késő őszig nyomni? Hát abszolút a sportolónak az extrémitása nyilván mondja meg, hogy most mikor száll vízre, mert
Franciaországban van egy kb. 800-an szoktak rajta indulni egy száprendezvény. Télen, december 10-e körül szokott lenni. Klassz. Röpködnek, épp hogy nincs befagyva a folyó, és mennek rajta mindenféle ilyen maskarába beöltöznek. Meg minden. Azt hozzáteszem, hogy nagyon sok jó sportruházat van szápra, akár ilyen száraz ruhák, amiben a belső a víz, mert nem folyik be egyáltalán a víz. Tehát nem is ez a neoprén ruházat, ami ugye vizes lesz és úgy melegít, hanem már teljesen száraz ruházat. Nyilván felülődik ez a vonala is, hogy minél inkább kitolják a szezon, de ugyanakkor lehet kapni rafting szapokat, tehát azon a Az kell nekem, kb. Két másodperc. A megindulás támaradnék ott. Elviszi a víz a deszkát, én meg kapaszkodom a sziklába, ennyi, értem. Nagyon jó sport. Tehát ott fölvesztik a bukós isakot, mindent állnak rajta, és veretnek le. Ott a mások a hatos gumiraptal mennek. Igen. Beülve ugye, ők úgy mennek le. Tehát tényleg abszolút megvan minden. Ugye a hullám, tehát vannak, megkülönböztetünk flat water-t, úgymond síkvízi szapozást. A downwind-es szapozás az az mondjuk, amikor nagy szél van akár egy óceánon, és egy irányba mennek csak, ugye a széllel egy irányba, és a hullámról hullámra szörfözve mennek, eveznek, de ugye mindig meglovagolják a hullámokat, és akkor hát úgy mennek tovább. Mi a versenyszáp, az mit csinál? Vagy mennyiben és más? Versenyszámok ott sebesség van, vagy hát ügyesség igen, ott van? Hát különböző kategóriák, pontosan, hogy elmondtátok, hogy van a sebesség, ugye ez egy 200 méteres futam, tehát ki a leggyorsabb, nézzük meg, hogy ki a legvagányabb, ki tud a leggyorsabban menni. Ez egy 200 méteres táv. Nyilván bolyasorral választják el, tehát egy kvázi, mint a síkvízi kenú, kajakkenú versenyeken. Ugye pályatartás van, stb. Ez tényleg arra megy, hogy ki tud a leggyorsabban egyenesen menni. Ugyanakkor van a ügyességi futam, ahol 5-6 kört kell mennie a versenyzőknek, ez ilyen körülbelül 3 kilométeres körpálya szokott lenni, ebben van futószakasz, mindenféle irányba kell fordulniuk, tehát nem csak körbe mennek, de hogy jobb-balos kanyarok vannak benne, tényleg egy ügyességi futam, itt azért ugye együtt mennek, 15 versenyző együtt indul, van elő-közép futam és döntő, de nyilván mindenki ilyesnek akar bemenni, ezért ott azért van tumultus a fordulókba, egymásra mennek, tehát egy látványos dolog nagyon. És ugyanakkor van a hosszú táv, ami körülbelül 18-20 kilométer szokott lenni, ez az, amit mondtam, ez tud lenni ez a downwind, tud lenni akár egy nagyobb kör, de ott ugye egy 20 kilométer azért azt lelapátolni, szápon, hogy mármint versenytempóban, ugye ezek a deszkák már nem úgy kell elképzelni, mint ezeket a felfújható deszkát, amit bizonyos bevásárló központokba kapni, vagy sportáruházakba, ezek komoly áron ilyen 3500 eurós deszkák, full karbon, 14 lávas, tehát ilyen 4 méter, 20 centi körülbelül a hossza, nagyon könnyűek, merev deszka, tehát ugye amikor húzol, akkor nem hajlik meg sehogy alatt a deszka, tehát nem veszik el az erő, a hullámok ugye nem tudják megmozgatni, ezért fut ki a vizen, vagy tudod meglovagolni a hullámot. Ezek nagyon komoly deszkák, nyilván labilisak, de el lehet jutni erre a szintre egyébként nagyon gyorsan, hogy ezeket a deszkákat élvezhetően használjuk, és tehát egy szezon alatt simán föl lehet építeni, persze jó, ahhoz le kell járni. Le kell, igen. Igen. Az amatőröknek is vannak versenyek? Tehát aki úgy érzi, hogy nagyon ki van már pattintva a szapra, és azt mondja, hogy na most én szeretnék lenyomni valakit, hogy megmutassam, hogy már igen, pedig én milyen, már vannak ilyen, meg olyan túrák, versenyek, amin elindulhat gyakorlatilag bárki, vannak-e ilyenek már? Ennyire szervezett ez a szakág? Igen, most már egyre több a száp rendezvény, száp verseny. Ugye egyrészt most van holnap a Balaton átevezés. Nyilván itt más hevetségek is mennek, de tavaly is 500 szápos indult rajta. Na tessék. Ugye, semmi másról nem szól a dolog. Ez egy dili, vagy nem dili. Ki hogy áll hozzá. Persze. Ez ugye egyébként egy verseny, megy a stopper. Nézzük, van a versenybírók, van eredményhirdetés. De ugye sokan csak azért mennek, hogy élvezik, hogy átevezhetik a Balaton, mert egyébként ugye ezt nem lehet, tehát csak engedéllyel, és akkor ilyenkor persze megvan a megfelelő biztosítás minden, és egy ilyen
nagyon jó hangulat van a Balaton közepén, tehát hogy ilyen pikniketnek kvázi az emberek, ugye? És valaki meg aztán átverednek vissza, mert neki ő versenyként fogja föl. Uh-huh. Vannak kisebb rendezvények, akár majd a Rupatavon is lesz, ahol van egy amatőr futam, tehát szó szerint ott is csak az a lényeg, hogy mondjuk evesz körbe a tavat, 3 kilométer, érez jól magad, de ugyanakkor mellette vannak profi magyar bajnoki futamok, vagy magyar kupafutamok, ahol a, ugye ezek a, említettem, ilyen merev deszkával 200-at, meg ügyességi pályán mennek a igazolt versenyzők. És ugye idén lett a Stáb világbajnokság is Balatonfüreden, szeptember 10-én, tehát az a hétvége, ahol a világból a legjobb versenyzők jönnek ide, és küzdenek meg egymással, de mellette lesz amatőrfutam, amire bárki benevezhet, megvan adva egy deszka kategória, egy felfújható deszka kategória, annyi van megadva, hogy 12,6 láb hosszúnak kell lennie, azon belül, hogy milyen széles, milyen keskeny, az már teljesen mindegy, az a versenyzőre van bízva, vagy hát a indulóra, mert az amatőrfutam, nem kell hozzá versenyzési engedély, semmi, nyilván egy önálló felelősi válaszra nyilatkozottat alá kell írni, de ott is ott biztosítás van, tehát vízimentők, stb. És ki van jelölve egy 2,5 kilométeres pálya, és akkor ott részt lehet venni a világbajnokságon egy amatőr futamban. Jaj, ez nagyon klassz. Jó. Hát nagyon szépen köszönjük, megmozgatta a hallgató közönséget Homo sapiens, sopiens, azt írják. Alig használt szávomat szápra cserélném. Na, egyre jobb. Úgyhogy valaki általán, és egy személyes élmény, gyávanépnek nincs hazája, múlt héten Olaszországban méteres hullámok között álltam először szápra, sokat nem voltam a víz fölött. Jó kezdés, igen. Igen, nagyon talán nem így kell megbarátkozni, igen. Igen. Nagyon köszönjük ezt a kis iránymutatást, szerintem sokaknak kedvét meghoztuk ezzel, úgyhogy további jó munkát, szép napot neked. És drukkolunk a további sikeres szerveződéshez. Szia, szervusz! Sziasztok! Foltán Lászlóval, SAP szakágvezetővel beszélgettünk, és egyébként ahogy itt olvasgattam, ráadásul a Kenu utánpótlás szövetségi kapitánya is tavaly szeptember óta, nem mellesleg. Na, hát SAP-ra fel akkor! Épp testben a Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember. Teszek még egy próbát, nekem is megjött a kedvem. Mondom, először nagyon megviselt. Éreztem egyébként, tehát nem ilyen ízületi para volt ez a derék, hanem éreztem, hogy olyan izmokkal. Figyelj, Spanyolországban álltam először deszkán tengeren. Ezen a szápon, akkor ott paddleboardingnak hívták, tehát még itt nem is volt Magyarország, amikor alkalmam volt kipróbálni, és volt egy ilyen nagyon raszta csávó, az volt az oktató. És csak egy jó tanács szakembertől, azért mondom, nem kérek érte semmit tőled sem. Jó, köszi. Ennyit mondott, hogy Andrew, just flow. Jó, igen, tehát ezt imádom. Ez a szápozás lényege. Ez mindennek a lényege. Filozófiája és quintesszenciája egyben. Mert hogy Andrew mit csinált? Mindent izomból. Tehát izomból húztam az evezőt, izomból fordultam, de derékból lögdöstem meg mindent, és látták, hogy én iszonyatos energiát égetek el a szápozás, miközben mások így révedve távolba, alig mozdulatokkal, eltűnnek a naplementébe, lágy mozdulatok. Mentek, mint én. Úgyhogy just flow, emberek. Na, hát így Danai Kata pedig a hírekkel jön, és mi meg utána vissza. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.